Pedig valami van a levegőben. Vagy pont, hogy nincs. Sehol egy kék füst. Sehol egy mogorva csattogás. Rima péntek, rimai péntek, nem kotyvaszt semmit. Ajjaj, itt valami nagy baj lehet. Ha? Ahó! Rima péntek, rimai péntek! Ott vagy? Hol lehet? De jó ég! Szentséges szelíd gesztenye! És ha csak alszik, roppant mérges lesz, ha én csak úgy... Na de ha meg baj van, már pedig az van, hiszen csak fekszik. Ha-ho! Szomszéd! Kedves Rima péntek, rimai péntek, ugye még élsz? Mit keresel itt? Mint a pogáncs úgy szúr a szemed, hála az égnek. Egy perc nyugtot sem hagynak az embernek. Ne haragudj, de nem füstölt a kéményed, és szóval azt hittem megütött a szél, vagy... Na, a szél, az bizony megütött, jól hiszed. A kudarc szele. A fene egye meg. Jó ég, tudok valami... Akkor talán jobb, ha én most... megyek. Milyen kudarc? Én így nappallá téve. Az emberiség érdekében keversz, kavarsz. Igen, igen, tudom. Bocsánat. Akkor nyilván azt is tudod, hogy a csodanektárt akarom kifőzni. A csodanektárt, amelyből, ha a leggonoszabb ember lenyel egy kis kanálnyit, azonnal jó szívű lesz. Segítő, kéz, barátságos, megértő, szelíd, de nem sikerül. Már a 999. változatot főzöm, és semmi. Kudarc, kudarc hátán. Már ne haragudj, de ki a csodán próbálod ki a csoda nektárodat, amikor erre még a madár sem jár? Ki csodán? Hát magamon! Ha elkészül egy változat, beveszek egy kis kanállal, és arra gondolok, ha most beállítanál ide, örömmel fogadnálak-e? Na és? Már megint te, tűnés! Hord el magad! Katródj inni! Hát mondjuk úgy, hogy nem működik. Pedig ebben az egyben nagyon bíztam. Értem. 11 féle nagyon előkelő növényből főztem. Úgy, ahogy elő van írva. 7 napig nagy lángon, 7 napig kis lángon, 7 napig parázson. Minden órában 7-szer megkevertem, 7-szer meglotykoltam, 7-szer lefőttem, 7-szer kitakartam. Mondd csak, melyik az a 11 féle előkelő növény? Lófarkfű, bábaguzsaj, cindrót, orsósarok. Ne haragudj, de ez mind ugyanaz a növény. Zsúrló. Hogy lenne már? Mindenhol másképp hívják. Tudod,
Ahány ház, annyi szokás. Mind zsúrló. Akkor ezért olyan egyforma, mind. De hiszen akkor ez azt jelenti, hogy nem az én hibám volt. Ujjjé! Hanem ezeké a habókos, félküllős embereké, akiknek össze-vissza jár a szájuk, ezerféle nevet adnak egy ugyanazon dolognak. Zsámolj! Puff! Stokki! Kiszék! Csávli! Hokadli! Baberci! Megmentettél! Folytatom a küzdelmet a csoda nektárért. Azért is jó szívű, segítőkész, barátságos, megértő és szelíd lesz itt mindenki. Mit is mondtál, milyen a tekintetem? Ja, szúros, mint a bogáncs. Bogáncs? Remek! Ez lesz a következő alapnövényem. Jó, ha ennyi, akkor úgy értem, biztos neked is sok a dolgod. Hát persze. Jut eszembe, ügyelj rá, hogy a bogáncshoz ne szedj Mária tövist, szamárkórót vagy boldogasszony tövisét sem. Ugyanis ez mind ugyanaz a növény. Na, most már hagyd dolgozni, mert én itt az emberiség érdekében, itt... Azaz, hogy várj csak, tulajdonképpen megmentettél. Ezért bármikor kopogtathatsz az ajtómon, és én... No, azt nem. Még csak az hiányzik. Az állandó kipi-kopi, meg kipi, meg kopi, hogy is ne. Ellenben megvan. Vedd tudomásul, hogy mindig szívesen látlak, egy föltétellel, ha soha nem jössz hozzám látogatóba. Érted? Persze! Köszönöm neked, kedves Rima pénteki, Rimai péntek. Mindig tudtam, hogy aranyszívű ember vagy. Rima pénteki, Rimai péntek, bármikor szívesen lát engem. Ezt sem mondhatják el sokan magukról.